Klasszikus hiba, amit sokan elkövetnek a nyaralás megkezdésekor, hogy azonnal becsekkolnak a közösségi oldalakra a repülőtérről, és posztolnak a horvátországi szállodából. Ezzel ugyanis a rossz szándékú emberek tudtára adják, hogy üres a lakás. Ez pedig könnyített terep a betörőknek, akár egy-két perc alatt is bejuthat egy rutinos tolvaj. A posztolás tehát kerülendő, az aktív és passzív biztonsági rendszerek használata viszont ajánlott. A nyilászárlóknak a védelme, ha lehet, szerelje fel, rácsal az ajtót. Fontos, hogyha egy mód van, akkor riasztót felszerelje, vagy akár kamerarendszert telepítsen a ingatlanhoz. Az is fontos dolog, hogy a szomszédokkal jó viszonyt ápoljon mindenki, figyeljenek a lakásra, vagy barátot kérjünk meg, hogy figyeljenek a lakásra. A postaládát ürítsék, ne legyen az, hogy hivalkodó, hogy tele van levelekkel, és ezre tippet ad megint csak az elkövetőknek az, hogy nincs ürítve és nincsenek otthon a háziak. Tehát mindenképpen kell egy jó szomszédi viszony. Ettől függetlenül persze megtörténhet a baj. Ebben az esetben, hogyha valaki azt tapasztalja a nyaralás végén, a hazaérő, hogy a lakásban, az ingatlanban betörtek, akkor ne kezdjen kereséseket végezni, hogy mit vittek el, milyen van meg, vagy mit kell egyáltalán keresni, hogy tegyen bejelentést, vagy a 112-es segélyhívón, vagy ha van a közelben rendőr, akkor értesítse a rendőrt, és meg kell várni, hogy a rendőrség megkezdje az azonos cselekményeket. Hiszen a helyszínnek az eredeti állapotban történő megőrzése kulcsfontosságú lehet az elkövető elfogásának és az ellopott értékek megtalálásának szempontjából. A betörők ilyenkor elsősorban készpénzt vagy könnyen készpénzé tehető értéktárgyakat lopnak el. Azt kell látni, hogy a lakásbetörésekben egy komoly változás van, nem csak a mi vármegyénkben, hanem egész Magyarországon. Tehát azt is látni kell, hogy éveken keresztül egy jó gazdasági helyzetben lévő körülmények között azok az elkövetői körök, akik korábban betörést követtek el, abban az időszakban legális vagy legálisnak tűnő jövedelmet szereztek. Most viszont, hogy mostani gazdasági helyzet is indukálja azt, hogy talán visszatértek erre a profilra. Illetve hát nyilván a Covid okozta ott bezártság, az megint csak megnehezíti a lakásbetörés, hiszen a család otthon van. Így egy egészen jó statisztikai mutatószám volt korábban éveken keresztül, ebben most azért el kell ismerni, hogy van egyfajta növekmény. Ennek, hogy mondtam, sok minden közrehatása van, de egy biztos, hogy sokat lehet tenni a sértető oldalról is annak érdekében, hogy ne legyen senki ilyen bűncselekménynek az áldozata. A tapasztalatok szerint a betörők a családi házakat, sorházakat részesítik előnyben. Kevésbé vonzóak számukra a lakótelepi lakások, de a negyedik emelet felett már nő a veszély. Minél magasabban van a lakás, annál kisebb a lakók mozgása.